Reality Streams Every Day. Szarok bele, érted? Miehenkö Arndik autoon? Vähän... Mennyi kollega vagy? Ilyeneket nem kérek, köszönöm. Ne haragudjon. Jó, a Challenger-t el is kap. A Baymont elkaptok. 14 sér. Ja, befordul a bankba, lőjek ki a kerekeit. Rendben, szólj, amikor. Szólni fogok. Mert mi fixen nem férünk ott át ilyen kis szar helyeken. Tartunk ki a keletén. Porsche, amilyen Paletóna járom. Valamra is kiépatra kellett. Megöttetett vagyok. 10-4, csak arról tudok a kollégáknak hát, szembe jön valaki, vagy valami, vigyázzunk egymásra. Két elkövetőt beszállít. 14, meg most érjük el Paletót. Indulunk be a nyugatén.
vidd le őket. El fogjuk taposni a rohadékot. Hát... meg lesznek Gyuribe. Jó vagy? Meg leszek. Most hát ilyen csöndben vagyok, csak koncentrálom. Nem, szabad vagyok, ha esetleg kell segítség. Hát esetleg majd 4 személyes. Fogom külön a kordot, hogyha elkapnánk véletlenül az urat. Tartunk a Rudolf mondja, hogy, hogy csak tőszavakban folyamatosan tűzni? Beszél. Folyamatosan nyomja a rádió. Ugyanazon az útvonalon vannak, mint a mindig. Ugyanazon, igen. Jöhet az info, Rudolf. Be a nyugatni végig egyenesen. Most érjük el a bankot. Sértek, ahogy tudok. Visszafordult, nyugati. Óvatosan a nyugati mélységkösség a tévébe tartunk befel a városba a nyugatin. Szembe vagyunk, mink is befele tartunk a nyugatin. Mi kifelé megyünk már, szembe jön magunkkal. Most hagyjuk el a... most fogunk a garázshoz érni a nyugatin. Alagútban vagyunk. Kihúzódunk a szélsőbe. Pavágóidon megyünk át. Utolsó kódra szeretnék egy 4 személyes. Indulok. Mind effektet kaptunk. Mi meglepő autópályán. Ebben majdnem beledöglött. Utoljára, vizuál kifelé, éjszakra, nyugatin. Arra tart, tovább éjszakra. Látom, meg azon sem írom. Megpróbálom elutalérni. Jöhetne az a defekt. Én személyes elindult. Ki előlem menekülsz? Négykerekű gépjárművel? El foglak kapni. Előlem nincs menekve is. Magyar György vagyok a törvény a volán mögött. Amikor én a volán mögött ülök, szemem csak arra koncentrál, akit üldözök. El foglak kapni, mert előlem nincs menekve is. Ugyanúgy, mint ahogy a sorsod elő sincsen. Én vagyok a sorsod, el foglak kapni. Utánad fogok menni a legutolsó szakadékon keresztül is. Hogyha kell, szélen, esőn, viharon, gletszereken átmászok utánad, amíg el nem kaplak, amíg börtönben nem csuklak, amíg a bűnösök meg nem bűhődnek, én addig, addig megyek utánad, amíg el nem kaplak. Nem fogsz elmenekülni előlem. Most mondom neked. Hitvány testedet bilincsbe fogom vágni. Pénzedet csekkekkel fogom elszedni. Mehetsz te jobbra-balra, én utánad megyek. Akár hova is vezessen az utat, én mögötted leszek. Magyar György vagyok a törvény. Főhadnagy. Osztályvezető. Magasan képzett kvalitású rendőr. El foglak kapni. Nem is értem, miért nem adod meg magadat. Mikor látod, hogy jövök? Nem nincsen vizuális, hogy... Gyönyörű szép manőverek, fiam. Majd a bilincsbe manőverezzél a celládba, úgy, hogy ne rakjanak meg rögtön.
Figyeljen! Figyelek, Gyuriba! Gyűjti az oszlopokat szerényen. Az nem baj nekünk. Hát ez lehet, hogy minimum tankként megy. Mindig jó csinálja a Gyuribe. Igyekszek. Thank you.
másodlagos is jól csinálja, folyamatosan itt van rajta. Hol van ez? Benne kihallgató. Hol? Na most figyeljen, most figyeljen! Megkerültem a rádiót. Igen, hát. Legyen több sor felén az oldalán. Jövök. Master Blaster, dobjátok ki rádióstól, telóstól. Na jó napot kívánok. Folytatom az rémben a napkutásán, belézek itt a balvás zsebébe. Ott találok egy rádió. Ja, rendben, rendben. Jól folytatok az embernek a zsebének a adatbázisba feltöltöttük egy körözést, legyenek szívesen keresni. Becsomagoltam egy gépet, mellette a üdítőt, elkezdem itt hátat kapatni az embernek a trackát, úgyhogy lőfegyvert nézzük el még, és nézem, ami ha jól látom, hogy ez etikus a lőfegyver, ezt le is kapzom magától. Na, a Kuka Matyi, honnan a társad? Hány, honnan tudjuk? Hajszom az átutatásra, ez a kapat az örejbe. Hallában, hát... Szombiánál, Várdiánál, Kalkosan. Most a vízbe én nem azt fogok figyelni, hogy hova úszik a társam. Már nem nézik. Hanem? Várdiánál, Szombiánál, Kalkosan. Hogy hívják a társát? Malkom, ne menjen már. Hát izének, ilyen ninjának. MR Prabus elsődleges. Ja, mondjuk az láttuk a ninját, ja. Az a beszél, nem? Keleti autópályán haladunk északnak kifelé. Gustav, a hőtől vettünk el valamit? Kedves Alpár, nem tudom, én nem néztem meg a hőtől. Nem fogom kinyitni az ajtót az Oriendernek. Köszönöm. Nem fogom válni, fogom csak ide beszállni. Így. Csak óvatosan megyesse a fejét, bajja a biztonsági vécét. Egy szabad járőr, akinél van egy hölgy, esetleg rájön egy szép napra. Hát elviszük. Megyek vissza a kapitányságra. Parti, jó az. Parti, vigyelek ki azt, akkor majd viszont. Jó. Gyuri bácsi, vissza van? A rádión Tyson King jelentkezik. Esetleg egy kedves hölgy van itt köztünk? Persze, majd anekdotáljanak már máskor a rádión. Itt vagyunk, egyik elkövetőt elkaptuk. Másik sajnos hatalmas burulás után is elbírt úszni. Ki volt a szankció parancsnok? A második interceptor, figyeljen már füstös az autója, szóval fegyver kézben lehet, hogy lőni fognak. Ismét. Ki volt az akció parancsnok? Rudolf. Köszönöm. Intézem gyorsan járművet, Gyuribe? Intézze, persze. Jó karakter, persze, nem arról van szó. Hát is nézzem. Kihallgatóba, kedvesen. Nézze is át, persze. Pihenést, mindenkinek jó szolgálatot, sok sikert már. Jó pihenést, uram. Jó pihenést.
elnézést, kollégák, itt vannak ezek a rádiónak, akik a bank mellett televágták jobbra-balra, az ilyen menekülés irányában szögessel az utakat, mert nem bírom feltetni, ezt jó annak idejönnének. Hát az a minimum, hogy jönni kell volna, tehát... Megyek a... Jó, hát már most mindegy. Oldják meg. De mert meddig bír a pisteléssel? Már 4 óráig így üldözni. Örökké így fog menni. Nem értem, miért nem adjam át fő. Tud menni, vagy 40-nel aztán így megy. Valami mentős ellátást lehet kérvényezni? Nagyon fáj a hátam. Tényleg? Igen. Miben fájdult meg? Hát már meglövődöztek. Tényleg? Hát tényleg. Hát így jár az a képbe, ugrik a vízbe egy hatalmas jó. Ütközés úr, után. Erre tartózkodik. Ki a hallgató van? Melyikben? Jó, emelvetések megvannak. Szép munka. Igen. Az úrnak a telefonját visszakérhetem. A főbisebbek elmenekült egyesikasítatottunk. Most van, ki a hallgató. Micsoda? Mert te intézed akkor, rak be. Hát tökömet, addig berakjuk a cellába az urat. Na, rendben. Már aranyóra meg én. A sajri, elméletek volt nála egy Tech 9. Volt, igen, ide. Mondom Tech 9. Kedves Erdeg úr. Ide győjön. Ez mondjuk foglalt. Ide menjen be, leveszem a bilincset, hívunk egy mentőt. Jó, köszönöm. Jó, vegye le a maszkot a fejéről. Kolléga, aki a CP-s menekülőtnek a másnapos vangrejébe ült, mint lövész. Mer van és mer vitte a vanglát. Dolibán már elbír vele, mert akkor én elköszönnék. Persze, elbírok vele. Rendben, akkor további jó szolgálat. Hát, kérlek, küld el a pusztoknak az adatait, köszönöm. Gabriel, 10-10, további jó szolgálatot. Jó, PNS, tudom. 41-es, 51-es. Kettes interceptornak mondjuk, hogy mi bevisszük. Úristen, ez mi nálam van? Hát én jó, hát a hölgyen, aki behozta, mint irattárca, úgyhogy... Teljesen elászottott Paze volt nálam. Mindegy, akkor azt lerakom. Az mennyi volt, azt adja át akkor. Azt már el is adom a kedves úrnak. Csak tűrjék, de a tárzsebb az egyik üres. Hát jó, majd a kezébe nyomom a kedves úrnak. Viszont csak itt van a rádió. Kicsit elvótázom, mert esett az eső. Nem baj, jó lesz így, jó. Köszönöm szépen akkor segítséget. Csak. Maga vitte a nagy magára kicsit őrbe. Igen, mert van a balton. Vigyázzon magára. Rendben van, akkor nagyon szíves fájdalmi szakotásra. Visszatom Gyuri bácsi. Erre jött egészséget. Mi a helyzet, Tyson? Jöjjön vissza a kapitányságra. Éppen most azt tudom, mi történik. Mi történt? Hát fogalmam is. Hajlongott, bankrablás volt. Ja, hát Jézusom, ez hogy néz ki, egész is érjük. Na jaj, nem arra megyünk. Majd utána megyünk oda. Kipált a szája a kedves úrnak, szerintem. Hát nagyon kipált neki a szája. Erre, uram. Hát azt hittem, hogy maszkba rajta. Ez nem kell, szerintem nem tudom. Itt tudja bekapcsolni már, persze. Na jaj, forduljon, meg leveszem a bilincset, érti? A mondjuk ugyanúgy két kihallgatónk van, itt valami gáz van, ez így nem jó. Hát eddig három volt, most a kettő van. Kihallgató, hát nem tudom. Hölgyet ilyen esőbe.
gondolom megjött a mentő, megjötte a mentő, ja, de hát nem jön mentő, mert nincsen. Rúbarauzsapál, nagyon szép, nem mondaná, hogy most jött a rendőrségre kiképzés, meg snowfasz. Megérkeztem. Bezzeg a polgárőrség, igaz Gabó? Kollégák, a hátsó parkolóba az Interceptort, a BHZ-t, azt hova szüntették el? Nem tudom, de a Wrangler kölcsön veszük egy kicsit. A jöjjön! Jövök. Jöjjön, jöjjön. Az semmi okoskodás, mert magában ezt a 40 ezer boltot. Tengel mi hozzunk, Tyson Pintészi? Jöjjön, amikor seregbe szolgáltam, akkor kaptam egy kis tanfolyamot, hogy kell eltávolítani a golyót. Itt jöjjön. Az orvosi szobába megyünk. Menjen be! Ajaj. Ez már. Itt balra. Jobbra nincsen semmi, nem látja? Há jó, ez van, de nyilván sem volt. Ott az orvosi S. Uh-huh. Vegye le a felsőit. És feküdjön a hátára. Az ágyon. Az a sá, nem kell magán. Leveszem, leveszem. Hátára feküdjön. Hát de a hátamban van a golyó. A hasára feküdjön. Nem jó, hasra. Hát hason vagyok. Hasra. Ez a hasra fekvés, nem de? Jó. Hogy érzi, kényelmesen fekszik? Hát olyasmi. Bemosakodok, jó? Jó van. Nem valami patkányírtószer legyen. Kiszedem minden a mezeit, csipeszt, fogó csipeszt. Jó, bemosakodok. Hozok fertőtlenítőt. Ilyen csiszegős szar, nem tudom, hogy mi a lófasz ez. Befúvom. Itt van, látom, két bemeneti nyílás. Kimenetit nem látok. Azt mondja, befúvom, csípni fog, kurvára. Jó, azt mondja, jó van, ne ríjjon. Nem ríjjon. Jó, hozom a lidokain injekciót, helyi érzést, tenyítést kap. Azt mondja. Faszomat már. Még jó, sokat néztem a vészhelyzetet. Na azt mondja, hogy körbe szúrkálom lidokainnal a bőrfelületet. Egy, kettő, három, négy, öt. Jó, kapott öt injekciót. Érzi, hogy zsibbad? Már kezd lassan. Érzi, hogy nem érzi? Érzem, hogy nem érzem, így van. Nagyon jó, nagyon jó. Most magába fogok nyúlni a csipesszel. Jó? Meg Márkhoz 10 hét további jó szolgálatot. Nem a seggibe, jó. Ne örüljön. Az majd... Máté Péter kiagat este. Ben majd a raptársai belenyúlnak magába. Na, figyeljen. Figyeljen. Érezni fog ilyen nyomóérzést. Csak nyomóérzést fog érezni. Nem fog fájni, mert belül nincsen ideg az embernek, ugye?
legalábbis a Nagy Geon ezt mondták. Na figyeljen, mert benyúlok a sebbe. Jó, nem fáj, de kellemet, nem tudom, tudom. Na, hopp! Elhun az egyik. Na nézze meg. Elhun van, én lőttem magába. Na, beteszem ide a vesetába. Benyúlok a másikért. A büdös életbe. Ott van. Hopp! A faszomat, ez is megvan, ide teszem a vesetába. Nagyszerű. Na, várjon, mert hozom a izét. Ezt a gumiszart, ezzel szokták összehúzni a sebeket. Mivel ugye lőtt seb, nem várjuk össze, mert tisztulnia kell. Ki kell tisztítsam a sebet is. Jó, az is kellemetlen lesz, de nem érez úgyse semmit, de kellemetlen. Jó, jó, kitisztítsuk, hogy nehogy valami szennyeződés, mert ugye szellemi fogyatékos módjára belement az algás, iszapos, mocsaras, fosos tengerbe, amiben ott húgyoznak bele a hajléktalanok. Jó. Sziszeg, sziszeg. Jó lesz ez, jó lesz ez. Nem ereszt. Úgy látom a vérzés elállt. Betömöm. Jó, ez egy van. Ilyen felszívódó vattával. Jó. Fel fog szívódni. Olyan lesz, mint a vincimackó. Ki lesz tömve kenderkóca. Na, ezzel a gumiszarral összehúzom a sebbit. A kollégák szeretnék kérni, akkor egy egységet állani. Átkötözöm. Jó, emelj meg a kezét. Itt vagyok, egy kanyarról az államit a legyedül sajnál. Átúzom alatta. Nagyszerű. Na, haszonyom. Rendben nézem meg körülbelül mennyien lehet meg a... Sajnos nem vagyok orvos, antibiotikumot nem tudok felírni, ha belázasodik, akkor mindenféleképpen kapni fog. Na, öltözhet, gyöljön. Na jó, van. Jó, a fenébe. Felteszem ide a kömpenyemet. Na, hozom magammal a ruhámat, mert nem érzek semmit. Van egy Jeep Cherokee SX, most futnak be az elkövetők, van egy AC Cobra. Állami bank is lesz. Ugyetem azért az előző rablást, bankot. Hát jól látom, kettő bujik és egy dinnyi is egyedül van. Az ördög szeme mindent lát, öcsé. Az egyik Mikulás van. Megnézem, srácok. Jó, akkor öt darab autó van? Na, akkor. Egy AC Cobra, egy dinnyi is Merci, kettő darab bujik és szerintem ez egy Jeep Cherokee, ha jól látom. Jó, akkor minden szabad egységet kérek az oldalsó parkolóba. Egy 3 perc Gustav, rabosítunk. Ide menjünk be. Csinálok egy gólást. Melyikbe? Ebbe itt. Oda. Magyar György vagyok, 3169 jelvényszám, főhadnagy, osztályvezető. Mondom akkor, hogy egy jogosítvány, személyigazolvány, személyigazoló okmány szeretnék. Lehet, hogy kell a mindjárt előkeresem itt, ne? Aha, meg is van. Keres. Nézd csak, itt van-e. Azt mondja, a lézművész Roderick, mi a lófasz ez a név a Roderick? Ez hát, valami német? Ilyen ez egy teutló lovagos név, nem. Roderick. Ez roma név, kérem szépen. Probléma van vele? Hát persze. Nincsen. Na, nincsen semmi a probléma, csak hogy cigány név, de semmi gond. És rasszista is? Micsoda kérdés ez, mennyik rasszista? Hát menni cigányozik. Mely, nem, nem az? Hát de az, de miért kell így hangoztatni? Hogy maga cigány? Hát igen. Én hangoztattam, maga hát, mondta. Én azt mondtam, hogy roma, az nem ugyanaz. Mert az nem ugyanaz? Hát az szebben van mondva. Ja, szebben van mondva, jó van akkor. Szép cigány. Most jobb? Nem. Jó, akkor elindult kettő darab eres négyed. Na a lényeg az, modellik, hogy maga ellen, bankrablás, rendőrök, menekülés, emberrablás a vár. Kettő bujik, egy dinnyi és mehet, és egy felfegyverkezve, bűnszervezetbe, ugye hát voltak vagy tizen, tehát három elkövető fölött bűnszervezető beszélünk. Uh-huh. Ez le van már zárva a környék? 5-től 7 évig tartó szabadságvesztéssel sújtható. Jó, az indult a helyszínre, még kettő darab Wrangler. Mit tud elmondani? Csak a nyugatiról van eddig lezárva. Mit tud elmondani a mentségeire? Jó, akkor szükségem hát, lenne még 6 darab RS4-re. Kenneth a pénz, az én volt az egész. Mondd el, bocsánat. Kenneth a pénz, mert otthon a puják nem bírnak enni, már rántott parketta van a bédre minden. Aztán körülött a pénz. Ez a egyedül azt, aki elúszott, azt ismertem. Azt is csak úgy, hogy maszkból, tehát maszkról ismertem. A többi meg elvileg az ő ismerőse volt. Kik ez az a varázslet, György úr? Hát, mindent megoldunk. Mit mond, őrmester úr? Egy kicsit halkabban, mert... Beszélje maga halkabban.
Én már nagyon halkan beszélek vele. Nagyon jó, akkor dugja be a fülit. Igen, nem gondolja őrmester, hogy majd egy fejőrnagynak fogja megmondani, hogy beszéljen? Nem gondoltam, csak feltételeztem. Na, mondja. Hát, ezt tudom elmondani. Jó van. Na, akkor rabosítom, ja, aztán megkapja a büntetését, amit itt tud letölteni. Jöjjön. Jó, elindult még egy mondó helyszínre. Mindjárt indulok én is. Kellemes, még egy italbolt is. Kettes cella. Hát az sajnos nem fog menni az italból. És 15 hónap, és csak 15-öt beírsz. Wrangler elindult, de egyedül vagyok. Egy civil helikopter van az állami bank fölött. Rántott parketta. Na, álljon oda! Most ezt itt rend, hogyan megoldjuk. Még egy mondóval. Oda. Vigyeljen ide. Keleti oldal 13, óvatosan közelítsétek meg. Tegye ide, ezért az ujját. Ide a tabletot, egy az ujját. Nagyszerű. Mutassa fel a személyigazolványát. Nem tud kiszökni. Jó, ennyi, ugye? Más nem volt. Jó. Na, akkor vissza. Nagyon fasza. Visszaadom a személyit, Roderick. Köszönöm. Jöhet. Bocsánat. Gusztáv, akkor milyen autót vigyünk? Mondavok ellenjének még. Oké. Jó, itt a rambuája, ütözöm fel. 1, 2, 3, darab Mondau. De jó, ez igen. Nagyon jó, hármas cella lesz a magáé. Gusztáv, kérni még egy lezáros gobot. Ez jó volt, rántott parketta. Van-e magánál valami étel, ital, amit nem szeretne, hogy elvegyünk semmi a rabosítás közben? Jó, oké. Akkor további jó időtöltést, hasznosan. Rántott parkettával. Hirtelen megkívántam, mint a rántott parkettát.